A kiválasztás szervrendszeréről lesz szó ebben a videóban. Megnézzük, hogy mi a kiválasztás feladata, illetve hogy hogyan tudja ezt a feladatot ellátni. Táplálkozással, légzéssel, ivással rengeteg anyagot viszünk be a szervezetünkbe. Ezeknek a döntő többsége természetesen hasznos, fontos, de azért bekerülnek olyan anyagok is, amelyekre nincsen szüksége a szervezetünknek, illetve a sejtek is a munkájuk során előállítanak olyan anyagokat, amelyeknek a feldúsulása komoly mérgezéseket okozhat. Ezzel már is megérkeztünk a kiválasztás feladatához, mégpedig, hogy a felesleges vagy káros anyagokat, anyagcsere, bomlás termékeit, salakanyagait, vagy a táplálkozás során bevitt különböző mérgeket, gyógyszereket, adalékanyagokat, tehát mindent, amire a szervezetünknek nincsen szüksége, azt valahogy kijuttassa a külvilágba. Több szervünk is végzi ezt a feladatot, például a verejtékmirigy miközben termeli az izzadságot, vagy kilégzéskor széndioxidot lélegzünk ki, a béltraktusnak is van kiválasztó funkciója is, de elsősorban is és alapvetően a vizelet kiválasztó rendszer az, ami ezeknek a fölösleges anyagoknak az eltávolítását végzi. A káros anyagok eltávolításán kívül az is nagyon fontos szerepe a kiválasztás szervrendszerének, hogy biztosítsa a szervezet belső állandóságát. Ezt úgy tudja megtenni, hogy amiből sok van a szervezetünkben, többlet van, abból többet juttat a külvilágba, amiből viszont hiány van, az bent tartja. A vizelet kiválasztás szervrendszerét a vesék, a húgyvezetékek, a húgyhólyag és a húgycső alkotják. A vesék végzik a tulajdonképpeni kiválasztást, a húgyvezeték levezeti a húgyhólyagba, a húgyhólyag tárolja, a húgycső pedig kijuttatja a külvilágba a vizeletet. A vese vöröses-barna, babalakú páros szerv, amely a hátsó hasfalhoz rögzül. A méreteit nagyon könnyű megjegyezni, mert 12 cm hosszú, 6 cm széles és 3 cm vastag. A vesének erős három rétegű tokja van, amelynek a legkülső tokja rögzíti a vesét a környező izmokhoz. Ha megnézzük a vese metszéslapját, akkor kettő szabad szemmel is nagyon jól elkülöníthető állományát látjuk. A külső a vesekéreg, a belső a vesevelő. A vesekéreg vékony, szemcsés szerkezetű, a vesevelőben pedig piramisokat láthatunk, amelyeknek az alapja a kéreg felé, a csúcsa pedig középre mutat. A piramisok csúcsait ilyen kehelyszerű üregek veszik körül, fogják körül, amelyek aztán egymásba torkollanak, és ezek alkotják a vesemedencét. A vese szövetés funkcionális egysége a nefron. Ez egy nagyon speciális kanyarulatos csőrendszer. Ez a csőrendszer a vesekéregben egy kehelyszerűen kiszélesedő résszel kezdődik, amelyben egy kis artériás fonat található. Ezt a tokot és a benne futó érgomolyagot együtt vesetestecskének hívjuk, ami szabad szemmel is látható, de legalábbis a szemcsészsége látható a vesekéregben. Aztán, mint egy tölcsér, összeszűkül a tok, és kanyarulatos csatornában folytatódik. Ezután hosszú, a velőbe lefutó, egyenes, ilyen hajtű alakú csatorna következik, és ezek pedig ismét visszajutnak a kéregbe, és kanyarulatos csatornaként torkollanak majd egy gyűjtő csatornába, amelyek pedig a vesekelyhekbe szájadzanak. Nézzük meg magát a vizeletkiválasztási folyamatot, hogy hogyan is történik ez. Emlékeztek rá, a kiválasztás az a vérben lévő káros, fölösleges anyagokat szeretné a külvilágba juttatni. Gondolom arra is emlékeztek, hogy a vérnek vannak a sejtes elemei, mint például a fehér vérsejtek vagy a vörös vértestek, és van a vérplazma. A vérplazma tulajdonképpen egy vizes oldat, amely a különböző anyagoknak a szállítását végzi, és így természetesen itt találhatóak azok az anyagok is, amelyek a kiválasztásnál szóba jöhetnek. Úgy néz ki ez a folyamat, hogy a vese testecskében lévő érgomolyagban nagy a vérnek a nyomása. Úgy képzeljétek el, hogy a belépő ér vastagsága az nagyobb, mint a kilépő ér vastagsága, tehát nyilván nagyon nagy erővel préselődik,
bent a vér, neki az érfalnak. Most a sejtes elemek azok nagyon nagyok, tehát ők nem jutnak át természetesen és hál' Istennek az érfalon, de a vérplazmának bizonyos mennyisége az átkerül és bekerül ebbe a tokba. Itt még nem történik semmilyen válogatás, egyszerűen a keringő vér 15-20%-a kipréselődik. Igen ám, de ez egyrészt nagyon sok, másrészt meg olyan anyagokat is tartalmaz, amire a szervezetnek még szüksége van. Sok, mert egy nap több mint 1000 liter vér áramlik át a veséken, tehát ebből 150-200 liternyi vérplazma préselődik ki. Ez a szűrlet fehérjéket nem tartalmaz, mert hogy a fehérjék is túl nagy molekulák ahhoz, hogy átjussanak az érfalon. A kanyarulatos és az egyenes csatornákban történik tulajdonképpen az igazi válogatás, tehát a tokba minden kipréselődött, és miközben viszonylag hosszú utat jár be ez a szűrlet az egyenes és a kanyarulatos csatornákban, ott közben azokat az anyagokat, amelyekre még szükség van, azokat egyszerűen a szervezet visszaválogatja. Egyrészt a csatornák fala, másrészt pedig maga az érhálózat is visszaszív, visszavesz bizonyos dolgokat. Először is magát a vizet. Gondoljátok el, hogyha naponta 180 liternyit pisilnénk, akkor mennyit kellene inni. Tehát nyilvánvalóan túl nagy mennyiség ez ahhoz, hogy elpazaroljuk. Tehát a kanyarulatos csatornákban a víznek gyakorlatilag a 99%-a visszaszívódik, visszakerül a keringési rendszerbe. A másik ilyen anyag a cukor. Jelentős mennyiség van a szűrletben, és gyakorlatilag semennyi nincsen a már kész vizeletben. Ellenben sókat, különböző ionokat, húgysavat, festéket jelentős mennyiségben tartalmaz a vizelet. Fontos tudni, hogy a vesék akkor is elvégzik a szükségtelen anyagok kiválasztását, hogyha nem áll rendelkezésükre megfelelő mennyiségű víz, csak ilyenkor a vizeletnek a sűrűsége nagyobb lesz. Ha tehát azt szeretnénk, hogy a veséink sokáig és jól működjenek, akkor bizony azt a napi legalább 2 liternyi folyadékot csak-csak meg kellene innunk, hogy segítsük a munkájukat. A nefronok gyűjtő csatornái egymásba torkolva a vesemedencét alkotják, és a vesemedence a húgyvezetékben folytatódik. A húgyvezeték egy körülbelül 30 cm hosszú lúdtól vastagságú cső, ami a húgyhólyagba torkollik. A húgyhólyagot hátulról, alulról ferdén fúrja át, és ennek a ténynek köszönhető az, hogy a megtelt húgyhólyagból nem tud vizelet visszapréselődni a húgyvezetékbe. A húgyhólyag egy nagyon tágulékony, izmos falú tömlő, amely a vizelet tárolását biztosítja. Nagyjából olyan 300 ml-nyi a befogadó képessége, de mi már olyan 200 ml-nél azt érezzük, hogy jó lenne, ideje lenne kiüríteni a tartalmát. Az alsó felszínén egy háromszög alakú, vastagabb képlet látható, aminek a két hátsó csúcsán a húgyvezetéknek a betorkollásai, az előső csúcsán pedig a húgycsőnek a kivezető nyílása helyezkedik el. A húgyhólyagot a húgycső köti össze a külvilággal, amely a férfiaknál a prosztatát átfúrva, a nőknél pedig közvetlenül juttatja a vizeletet a külvilágba. Végezetül nézzünk meg néhány fontosabb, a kiválasztást érintő betegséget, hogy mi alakítja ezeket ki, és elsősorban is azt, hogy hogyan tudjuk valahogy megelőzni őket. Az egyik ilyen közismert betegség a vesekő vagy vesehomok. Általában onnan szerez tudomást az ember róla, hogy ilyenje van neki, hogy irtózatos fájdalmakat él át, úgynevezett vesegörcsöt. Több tényező is közrejátszhat a vesekövek kialakulásában. Alapvetően az első az az, hogy ilyen kőképző sokkal túltelített a vizelet. Örökletes tényezők is szerepet játszhatnak a vesekő kialakulásában, illetve a vizelet elvezetésének a zavarai is
megnövelhetik a kőképződésnek a lehetőségét. Irtózatos görcsökkel jár a vesekő, akár véres viszelet is előfordulhat, ahogyan távozik a kő a szervezetből, ott felsérthet bizonyos szöveteket, de hogyha magától nem távozik el, akkor ma már nagyon ügyes műtéti eljárások vannak arra, hogy lézerrel például, amit itt a filmen is láttok, hogyan lehet a vesekövet eltávolítani. Vannak olyan betegségek, mint például a cukorbetegség vagy a magas vérnyomás, amelyek megsokszorozzák a vese problémák kialakulásának a lehetőségeit, és hát mi magunk is az életmódunkkal sajnos nagyon sokat ronthatunk ezen a helyzeten. Sokan nem gondolják például azt, hogy a rendszeresen szedett fájdalomcsillapítók nagyon nagy terhet rónak, nagyon nagy feladatot adnak a veséknek, olyannyira, hogy akár krónikus vese leállást is okozhat egy idő után a rendszeresen szedett fájdalomcsillapító. Egy másik jelentős kockázati tényező a divat lehet, ugyanis a veséink hajlamosak a megfázásra, és ezért a gyulladásra. A krónikus gyulladás pedig megint csak a vese funkciót először csak rontja, később viszont akár meg is szüntetheti. Hideg időben tehát tilos olyan ruhába járni, ami a vesetájékot, tehát a derék környékét szabadon hagyja. Ha valakinek nem működnek a veséi, az életveszélyes állapot, ilyenkor művesek kezelésre, úgynevezett dialízisre kell járnia ennek a betegnek. A dialízis során gyakorlatilag mesterséges körülmények között elvégzik azt a funkciót, ami a veséje lenne, tehát többször egy ilyen szűrőberendezésen keresztül átvezetik a vért, és a vérből megpróbálják kiszűrni, a vért megtisztítani azoktól az anyagoktól, amelyek károsan felhalmozódtak benne.